sorozat először 2019. februárban indult, Debrecenben a Víztoronyban volt az első felvétel, és onnantól kezdve hát majdnem havi szinten jelentkeztünk. Először amúgy pici eseményekkel a Dunakanyarba. Az első eseményen nem volt csak összesen 40 fő, aztán hál' Istennek ez berobbant, és az, hogy jött ez a nyomorult vírus, az csak egy picit rásegítette arra, hogy a szabadtéri helyszínek jobban beindultak, mert a igazi áttörés azért tényleg a tavalyi évben volt. Voltunk a Káli medencében, a Pegazusban, a Festetics kastélyban, holnap megyünk Pannonhalmára, akkor voltunk Tihanyban, ott többször is, azt idén folytatjuk is, akkor Badacsonyban, és ez csak ez az oldal. Voltunk a másik oldalon is, Körröshegyi Levendulásban. Szóval olyan helyszíneken járok folyamatosan, ami álom. És újra töltődtem ezután a 20 év klubozás után, mert az az igazság, hogy az éjszaka egy idő után nekem már egy picit sokat kivesz, ez pedig, hogy nappal lehet ilyen helyszíneken dolgozni, zenélni, táncolni, ez újra motivál meg feltölt. október 20 és bármilyen hihetetlen itt Veszprémben volt az utolsó nyilvános fellépési közönség előtt. Az Expresszóban volt a szokásos évi Fruits & Music Halloween partink, és megmondom őszintén, akkor már nagyon érezhető volt az embereken ez a tartás, meg így nyakunkon volt tényleg ez a vírushelyzet. Szóval nagyon hálás a közönségünk, és így ez egy nagyon szép teltházas bulira sikerült. Akkor még mindenki utoljára jött, úgyhogy jó emlék. És az első Veszprémben. Vagy 2000, vagy 2001, ugyanis volt szerencsém lakni azonban az aranyévekben Veszprémben egy 6 évet, amikor még a Palti Kultúra intenzíven volt, tehát az aranyéveknek hívták. Vagy a Mítosz, ami egy újszerű klub volt, vagy talán még a régi Art Caféban is volt szerencsém, de nem emlékszem, hogy ott zenéltem-e, vagy csak bulizni. Sőt, még a Pepsiben is volt, hogy táncoltam akkor. És ugye itt indult Veszprémben az Underground Records Shop, Budapest után az első vidéki lemezbolt volt, és akkor robbant a techno, meg a house után a deep house, meg az ilyen jazzes dolgok, és engem az teljesen megfertőzött, és ezeket a nagyon finom house cuccokat kezdtem el játszani, és hát szerencsére bejött az embereket akkor is, remélhetőleg mostanában is. Mivel ez egy nagy 20 éves kör, hogy így 2021 és 2001-et így össze lehet kötni, és mivel a Királynék városa azért az mégsem egy ilyen durva minőség, úgyhogy visszatérek azokhoz az alapokhoz, amivel itt Veszprémben elkezdtem az életet, úgyhogy ilyen nagyon finom organikus house és deep house különböző ilyen hangszeres elemekkel tűzdelt, ilyen finom simogatószett a mai produkció.